Stúdiónk vendége egyenesen Los Angelesből érkezett Magyarországra. Ő Kovács Klaudia, és különleges dokumentumfilmet készül forgatni. Jó reggelt, köszöntelek téged, és köszönöm, hogy tegeződhetünk. A film címe Lyukas zászló lesz, legalábbis a magyar fordításban, és végül is az 56-os forradalomról szól. Sok filmet készítettek már a forradalomról, mitől lesz ez más? Hát először is sok filmet készítettek Magyarországon, külföldön kevésbé, illetve vannak évi megemlékezések, ilyen 15 perces filmes megemlékezések. Ez inkább 56-nak a nemzetközi hatásáról szól, és ezt a vonalat próbálja bemutatni, illetve olyan külföldi diákok voltak akkor Magyarországon, bolgárok, görögök, koreaiak, akik részt vettek szintén a harcban, illetve voltak olyan orosz katonák, akik szintén átálltak a magyarok oldalára, és őket is szeretném megszólaltatni. Ők eddig, ha jól tudom, filmekben még nem kaptak helyet. Előmunkálatok már megvannak? Igen, folyamatban vannak. Akkor most hogyan látszik, milyen film lesz ebből? Hát remélhetőleg egy mérföldkőnek szánt filmet próbálunk készíteni, 104 perces dokumentumfilmről van szó, angol nyelvű és világforgalmazása. 50. évfordulóra készül, tehát a premier az október 2006-ban lesz. Az operatőr nevét feltétlenül meg kell említenünk. Zsigmond Vilmos. Igen, mert ez mégiscsak óriási névről van szó. Azt mondtad, hogy angolul, magyarul láthatjuk-e majd a filmet itthon? Hát ha lesz rá érdeklődés, ha lesz forgalmazó, ha lesz vásárló, akkor természetesen. Ez nem egyértelmű, hogy ez megtörténik? Hát számomra az, de még nem kaptunk nyomós érdeklődés, úgy mondjam. Nem is, mennyire tudnak erről Magyarországon? Hát lehet, hogy nem tudom. Mióta dolgozol ezen? Én 3 éve dolgozom ezen a filmen előkészületként, tehát igazán 1 évvel ezelőtt indult be a komoly előkészületi munka, és jövő nyáron szeretnénk forgatni, tehát, bocsánat, idén nyáron már, mert most már idén már van. Igen. Tehát most már egyre többen tudnak a filmről itthon is. Milyen jellegű lesz ez a film? Tehát nyilatkoznak olyanok, akik átélték az eseményeket, és egyáltalán honnan lesznek a riportalanyok? Hát ezeket a diákokat, külföldi diákokat szeretném megszólaltatni, olyan újságírókat, akik jelen voltak, külföldi újságírók, akik éppen akkor Magyarországon tartózkodtak, illetve nemzetközi politikusokat, művészeket, és olyan hát átlag polgárokat, a világ átlag polgárait, akikre nagy hatással volt 56. Mi a cél? A cél az, hogy 56 a világtörténelem palettáján egy méltóbb helyet kapjon, amennyiben egy filmhez hozzá tud járulni. Mert rossz helyen van? Hát talán nem elég méltó helyen, én úgy gondolom. Ezt azért érdemesen erről egy kicsit még beszélgetni. Tehát, hogyha te nyilván jársz mindenfelé a nagyvilágban, most milyen a kép, és milyen képet szándékozunk mutatni? Hát az igazság, hogy nincsen igazán domináns kép, tehát az a generáció, akik akkor átélték 56-ot, azok emlékeznek, és azok értik, és ismerik a fontosságát. A fiatalabb generáció szinte nem is tud semmit, sajnos beleértve a mai magyar fiatalokat is. Én magam is ezért kezdtem el érdeklődni a téma iránt, mert én sem tudtam eleget, úgy éreztem, illetve... Hát te is egy mai magyar fiatal vagy, még akkor is, hogyha Los Angelesbe élsz, és tudom, hogy színésznő is vagy, nem csak producer, nem tudom, melyik az első rendű. Téged miért érdekel? Hát egy fiatal nő éli világát Los Angelesben, miért kezdtél el ezzel foglalkozni? Hát tulajdonképpen a düh és a szégyen, ez egy nagyon furcsa motiváció, de én úgy nőttem fel, illetve nekem azt tanították az iskolában, hogy ez egy ellenforradalom volt. Mikor mentél ki? 90-es évek elején. És amikor kikerültem, a magyar emigráción keresztül döbbentem rá a valós dolgokra, és hát szégyeltem magam, szóval mint magyar ember szégyeltem magam, hogy mennyire áldozata lettem én is a rendszernek, hogy nem tudtam semmit a dolgokról, és akkor jöztem el kutatni, és az a mérhetetlen hazaszeretet, illetve a magyar kultúrával való azonosulás, amit kint látok, az nagyon motivált engem. Könnyebb magyarnak lenni a szó idézőjeles értelmében ott? Hát én nem tudom, milyen itthon magyarnak lenni, mert én ott élek. Hát azért élek. Most sokat vagy Magyarországon. A hiány... De azért érted, hogy mire gondolok. Igen, igen. Azt hiszem, a hiány az sok mindent kikristályosít az emberben, és tisztában láthatja a fontos dolgokat. Úgyhogy mindenképpen azt hiszem, hogy bizonyos szempontból talán igen. Mi hiányzik?
Itthonról a melegség, az ember szeretet, a közvetlenség. Ugye a Duna Televízió jóvoltából mi nyáron találkoztunk Los Angelesben, amikor én is ott voltam, és ahány magyarral beszélgettem, mindenkitől megkérdeztem, hogy boldog-e itt. És azt a mondatot, hogy igen, nagyon senkitől nem hallottam, és mindenki valamilyen fajta hiányról beszél. Ez a film, ami készül, ebbe beleszövődik ez az érzés, vagy nem? Hát mindenképpen természetesen. Milyen formában? Nagyon nehéz ezt átadni. Hát igen, ez egy történelmi film, tehát nem, tehát a szubjektivitás, illetve a saját élményem, tapasztalatom az háttérbe szorul, és mindenképpen az igazság és a valóságnak az ábrázolása az, amit szem előtt tartunk. Tehát a motivációban jobban benne van, mint magában az ábrázolásban. A forgatókönyv, az készen áll? Folyamatban van, igen. Van valami fajta anyagi segítség ennek a filmnek az elkészítéséhez? Magyarországról? Akár Magyarországról, akár honnan. Tehát ezt a pénzt valahogy csak össze kellett szedni. Igen. Hát elsősorban az amerikai, illetve a kanadai emigrációs magyarság támogatja ezt a filmet. Továbbá vannak amerikai alapítványok, akik segítik. És úgy gondolom, hogy talán hát ildomos lenne, hogyha innen is, itthonról is kapnánk támogatást. Ami jelen... Tulajdonképpen ezért vagy itt? Hogy... Ezért is vagyok itt. Hát jó munkát kívánok. Köszönöm. Mikor látjuk szépen a filmet, ha látjuk? 2006. októberében. Köszönöm szépen, minden jót. Én köszönöm. Jó.